Sziasztok, idő lesz után! Folytatjuk a The Great Ace Attorney Chronicles-t. Ahogy látom, moment is egy szám, hogy 20. Szóval... Legutóbb úgy hagytuk abba, hogy... Hát semmilyen bizonyíték nem volt jó... Ahogy befejezem a pert, úgyhogy most kell befejeznem ezt a pert. Bármit meg kell vetnem azért, hogy sikerüljön. Tehát le kell buktatni az első tettest. Időrendileg is az első. Úgyhogy ezután kontra Jedi Brett. Egy óra 14 perc dél. Szóval 5 percet kér, hogy bemutasson egy bizonyítékot a védelmet. Fogd be a szádat! Szóval Suzato-nak van egy bizonyíték, amivel legyőzhetném Jezai-t. Szóval a dövény értében nem valhat ő. Mivel nő. Szóval a laboratóriumban köcsövet egy papírt. De van ennek van köze az ügyhöz. Azt nem tudja. Ezt kell kiderítenem, mi az. Nem volt ideje még átolvasni. És sietnie kell. Nyílméreggel kapcsolatos. A Curie az nyílméreg. Eltelt az idő. Betolakulod. Később majd asszisztens lesz. Hát a sok kérdése. Van még egy bizonyíték, amit bemutathatok? Nincs sok választásunk, utolsó esély. Van új bizonyíték. Japán harcos. Az most jelent egy parancsot, te üdes picsa. Meg szép, te üdes. Jaj, elfelejtettem mondani, itt a breakdownok nagyon viccesek. Na, hogy miért ez a bizonyíték elmagyarázol?
valami ágból készítették, egy faágból, ami Dél-Amerikában található. Ezt vadászok használták, hogy meg legyőzik prédájukat. Hatása bénulást igényes okozni, és halált is. Így persze a ti dózis. De csak sérülésen keresztül van hatása. Ja, mint egy... Ez olyan, mint egy fújható dárt. Ez érzéstenyítést is okoz. Tehát teljes bélutságot képes okozni. De ezt meg... De elsőre meg kell találni, vagy a pácia is fudoklásban hal meg. Úgyhogy... Yes! Szóval a halas méreg miatt volt ott. Amit ki akar deríteni. Azt mondanánk, nyílméreg. Egy halas méreg is képes halál. Instant halálhoz. Ezt annyi hallottál róla. Egy oka van ennek, hogy nem halott róla. Mert a városunkban ez nem létezik. Ami azt jelenti, hogy a nyílméregeket nem telítették volna ki. Miért? Mert nincs erre megfelelő teszt, amit használhatnál. De itt egyébként jelten az a méri. Egy állat ez egy instanton meghal. Szóval, hogy kiáltás. Kiáltatott volna, hogyha megjeztem volna a mérget. Nem érzed semmi fájdalmat. De mi másról is lehet szó. De van bizonyíték, hogy használtál. De instant több bénultságot képes okozni. Nem tud még mozogni sem. És nem érhetsz egy fájdalmat sem. Hát mivel őt, ahogy nem vehető észre. Később, hát is tud okozni.
Hát akkor a fúdoklás kéne, hogy legyen. Mint egy végtelen államba merült volna. Az utolsó pillanatai élő hal pokol lennének. Tehát a hal zsírmének ez a hatása. Szóval ezt dönthették be. Pofa be! Zaj viselkedik a japán. Ez gyűlöm volt, tehát hogyha valakit hamisan megvádol. Nem fogadja. Szabadszégés. Mi a vicces? Kölcsön akarja kérni ezt a szüveget. Arra készül, hogy ezt megígja. És így jobban véget vetni, hogy megissza. Még nem is fél a mérgezéstől. Van egy gyermek. De van te figyelmen kívül attól. Muszáj, hogy csége legyen benne mérik.
Az a víz tartalmaz mérget. Én meg itt a... ezt a... mérget. Ez elmagyarázható. Másképpen is. De a bizony díjban van válasz. A kérdés a váz itt van. Yes! Nem beszélek angol. Ezt a szekció kéne megválaszolni. Az itt van. Valami érdekel ebben. Nem tudom, hogy nyíveget először is használták volna. Hogy lelőjék azt, hogy mire vadásznak. De azért, hogy megegyik a prédájukat. De annak nyomnak is kell lennie. De azért, de még egyik akkor mérget is kéne, hogy tartalmazzon. Szóval a sérülésben van a kérdésre a válasz. Akkor van egy végező hatása, hogyha a sérülés által érintkezik. Ha a szájba megy, akkor nincs hatása. Tudod a nyírmélyek hatásáról. És azt is tudta, hogy nem fog meghalni. Jobb ügyvéd lettem. Mit akarsz mondani? Volt egy hiba. Némelyük biztosan kéne legyen.
De akkor a professzor sem hallhatott meg, hogyha jó állapotban volt. Mit javasolod? Miért meg lényegtelen? Valamit érez magában. Ezt sose érezte magában. Hát jöztem, hogyha intézze a Prédát. Objection! Na, ilyen a tiltakozása. Télben vagy, de vízzon ne. De miért van a doktor Wilson meghalva? Ilyen méreg által. A kérdésre a válasz itt van. Take that! És a két ebédel között volt egy különbség. Nő, jó állapotban volt. De... Mi van akkor, hogyha sérülés volt a szájában? Foghúzás. Biztos a foghúzás miatt hallhatok meg. Ő tudott Dr. Wilsonnak a fogászatáról. Miért nevet? Nem tud elnállni. És a kezében van egy bizonyíték, nem tudhatom, mi történik vele. Ez eset. Büdös kurva! Tönkretett egy bizonyítékot! Ezt nagyon megbánod, te büdös kurva! Biztosan tudta azt, hogy... hogy volt benne nyilméreg.
De még más bizonyíték is van, amit itt még helyre kell hozni. Egy lövés által halhatott még. Szóval várta, hogy felvegye a fegyvert. Szóval te akkor lőhetett. És megfordította a széket is. Ugye, kövesse a bűncselekményt. De az is bizonyíték, hogy volt nála a fegyver. Hogy történetett ez? Meg volt a... De azt nem megethetem, hogy megúszta. És én állíthatom meg. Talán a fejemben van még, hogy még mi maradhatott ki. Vissza kell emlékezni, mi történt, tehát a műtényeit. Még a színekre is gondolni kell itten. Már emlékszik valamire. Az ital tányérban vér volt. Igen, van egy nyom. De meg kell mutatni, hogy ezt a részt itt. Köszönöm, Gábor, hogy válaszol a következő kérdésre. Ez egy tökéletes nyomozást indított. Abszolút. Elvittél valamit a bütényhely színére? Talán a tányit, amiben volt a... Egy emlék, amivel zavarja. Hát vért maradt a tányérban. Ezt figyelmen kívül hagyták.
Amint látható a fotón, az áldozat mögött van. Ha én lőttem volna le, akkor nem lehetséges, hogy a háta mögött lett volna vérzés. Csak akkor lett volna lehetséges, hogyha nem lenne mögötte. Ez akar valamit tenni. Elvitte azt a tárgyat bizonytékint. Elvitte azt, amit megevett. És azt is, amit a hadnagy evett meg. Az igazság nevében. Meg kell tudni, hogy van-e vérnyomb a tányérban. Azt ki kell deríteni. Meghozta. Van ottan vér... Nézzétek csak meg! A rossz tányért hozta. Abban nem volt vér. Ez lehetetlen! Biztos benne, hogy ő talált már vért. Csinálj gyorsan. De ezt is el kell nézni még. Hogy megállkozol, hogy higgyél magamban. De meg kell vizsgálni ezt a bizonyítékot jobban. De még más is ki kell idejteni, nem csak azt, hogy vérgyom-e van-e benne. Szóval még egy nyomot kéne találni. Mert majd másik még tovább tudok menni. Hallgass már!
Persze. Na, ez az a, amit nem vettünk észre. Ez volt elrejtve. Ez egy Koban érme. Na, erről volt szó az első részben, amit az Ögur mondott. Érdekes is. Take that! We got it. The Koban élme. Ez nem vette észre. Ez a váratlan. Sose látta azt az érnyét. Azt kell kitálni, hogy miközben ennek az ügyhöz. A hús alatt volt az évend, de hogy miért? Muszáj, hogy fontos legyen az ügyhöz. Ellopta a szövegét. Most meg kell tudni, ki a tulajdonosa ennek. És a tulajdonosa ennek a Kobánnak nem más, mint ő. Ő említette ezt még az első részben. Take that! Az antik dealer. Nem a lövés érdekedő igazán, de mással volt elfoglalva. Szóval kincs vadászat. Hogy erre a Koban, az érménye. Szóval meg kell kérdezni az öreg urat erről.
Anya, szabaj, szabaj! Soha-soha, gyerekek! Hát érdünk már azok lényekre. Látod ezt a kobán? Megtaláltad. Hogy sejtett. Hol volt az a kincs? Hol volt leesett? Szendvicsak volt, és... ez zsíros. Hát balsajban nem lehetett ott. Valaki oda rejtette, szándékosan. Még az egy húsbolytja. Ki tenne ilyet? Más ilyen is volt. Ezek azok számára volt építve. Rablások történtek ottan. És sok jelentés jött. Valaki bizonyára lopott ottan. Szóval tovább akarta lemutatni. Szóval azért átszasztom magát, hogy lemutassa a bűnözőt. Szóval még mindig ott volt az a tolvaj. Szóval egy mestény tolvaj volt ott. Na, a kiletét már le tudjuk leplezni. És kiabta azt az érmét? És rejtette el a húsba? Gyűlis a válasz. A hadnagy. Take that! Te voltál! Te vagy a tolvaj! Szörnyeteg! Rakedj egy csecsemőre! Szörnyeteg! Ezt a valóságot! De itt már elszólta magát! Te kicsekre mehet rakedni a lobást? Te vagy a szörnyeteg hadnagy! Azt jön egy breakdown! Jó, megadta neki, ezt megérdemelte.
Most meg kétszer áll leállni. Hogy elbaszta a bajszát. Kétszer lesz. Szóval a nagy adosság volt a katonasságnál. Szóval a húst akart a fiának. És azért lopta el azt az érmét. Az a helyt el volt pénzzel. Hát minden három napban, de keres egy célpontot. Élvezte el a dolgot. Könnyű célpont volt az elgúr. Vetette egy a zsebébe. Hát nagyon csaló benne, hogy egy lopott. De amikor meghallotta a lövést, tudta, hogy ha megtalálják a zsebében az érmét, neki annyi. Szóval elrejtette a bizonyítékot. Gyorsan. És elrejtette a húsban. És aztán vissza akartam volna szerezni később. Nevetséges. Nem megállhatjuk ezt már, hát ez már több a soknál. Ha azt is arra sár kell menni őket, hogy a lobásom van közel szükséghez. Most tűvösen. Na, most elszól egy kicsit magát, tötyése és villába. Hogy ez mekkora ostobaság. Nincs idő gondolkodni. Most kezdve gondolkozni valamin. Van valami elmondásom, valamit mondott. Még utoljára. Még egy két utolsó kérdés. Most elmagyaráznád azt a elmúltást, amit említették? Abban ez már szólta magát el, hogy nem használ kést vagy villát. Akkor már szólta magát. A válasz itt van ez a nyom a húsban.
Take that! Hát igen, ott volt az a... Az asztalon ott volt az a... De valamit elvetszett el, és dolgok tölti. Ez egyértelmű. A megevett hús. Észrevetted, ugye? Egyetlen angol sebe lehet úgy, hogy nem használ kés vagy villát. Itt nem használtam kés vagy villát, ezt nyilvánvalóan megharapták. Barbári módon. Tehát, hogyha nem a... Ha igaz, amit mond, akkor nem halapásnak kéne ott lenni. Még hogy az igazsági miniszter egy frász. Igen, pofa be! Tanulni tudja, mit jelent ez. De miért akkor következtetni ezt? Ma minden leállt. Megkérdés, hogyan tünetette onnan a vélnyom. Mert a bizonyíték, ami igazolhatja, hogy hol van. Hogy kijött-e melyik doktor Vizna? Ez minden bizonyít most már. Ez egy perdöntő bizonyíték. Inkább neked kell befognod! Ős fenyegetés. Már, ha lenne, megmutatnánk azt a bizonyítékot. Az a bizonyíték, amiről beszélek, azt még nem hozták el. De lehet, hogy még létezik. Nekem nincs ott, de valaki másnak van. Megoldható lenne a kocsa. Az a valaki idehozni. Tehát meg kell kérdezni, kinél van a perdöntő bizonyíték. Oké, válasz nála. Take
Nem azt mondom, hogy je. Nő. Te eltüntette a bizonyítékot. Hanem, hogy következőket mondta. Én veszte, hogy... hogy Joe új sokat szerzett. És ő lopta el az élményt. Igazolnál valamit? Nem a tiédben volt, Nathan? De nem tudta volna megkérni őt, hogy tegye az ő húsába. Lehetséges, hogy hagyd, hogy húsát hozták el. Csak úgy az volt az áldozat asztalnál. Csak hogy ő nem haraphatott. Szóval, ne cserélte a tányérokat. Ugye eltüntesse a bizonyítékot. Kicserélte a tányérokat. Mikor a lövés meghallotta, bepánikolt. Betette a húsba az érmét. Szóval nem hagyhatta, hogy a rendőr lebuktassa. Ezért lecserélte. Ugye eltüntesse a bizonyítékot. Mielőtt az ő húsát átelnézik. Én sem vett észre, hogy kicserélte volna. Nem volt stratégiai húzása. Itt az volt, hogy tedd meg, vagy meghalsz. Szóval nem volt ideje gondolkodni, gyorsan cselekedett. Azt mondta, ez minden, amit te. Szóval lecserélte a tányérokat. Miss Baker húsát máshová tehette. Szóval felgyenek, ide kell azt hozni. Szóval mindkettőt elvitte. Na most már bajban vagy. Milyen pofa be? Neked pofa be! Objection. Biztos, hogy láttam, amit látott. Hogy abban volt vérnyom. Itt az idő.
Most lássuk, hogy ebben mit lehet. Na ez később villával volt használva. Szóval ez volt az igazi. De azon már van vérnyom. Szóval nem harapott a nő bele. Tehát itt volt a bizonyíték volt a képén. Tehát itt lehetetlen, hogy nárugodó lőtte volna le az áldozatot. De igen. És így van, így lőhette előről. Most pedig... Most vége! Nincs az elbet! Te voltál! Most... Jöttem. Just like my breakdown. Segíted előtt! Hogy tudod az a hantyú? Akarok! Azt a kurva! Ez az igazak! Igen, nyílméket használta. Tudta, ott a fogolvasói ügyről. Szóval kitervelte az egész hete. És azt is, hogy nem maradjon a méregnél. Mert Japánban nem hallottak erről. Nem akar sokáig maradni az étteremben. Csak azt várta, hogy megígyja azt a vizet. És akkor vége lenne. Szóval... az neki van készítve, viszont... egy várton látogató érkezett, és az ő... vagy én. De üdvözlőni akartad az... a professzort. Ő látott mindent. Szóval megbénult. De már nem volt vissza ott számára. Szóval már kitervelt mindent. Ő, hogy rákenni a gyilkosságot. Tudta, hogy a professzor kezében volt egy fegyver. És felhasználta az előnyére. Szóval a nyílmérék is benne volt a táskában. Szóval a szoknyája alatt volt a fegyver. Szóval két fegyver volt ott. Amikor befejezte a kárját, akkor tehette ki az egészet. Szóval ő tette le a fegyvert. Hogy ő észrevehesse. És minden teszelik meg. Ahogy is, ahogy felvette... puff! Ő
És már úgy is lelőtte, hogy Cseh már halott volt. És tényleg azt hitte, hogy ő a gyilkos. Szóval ott zárta be valahova. Szóval ez ítelve, és volt ellenem. De az egyetlen dolgok, amit nem árulja, hogy miért tette. Beszéltek percet is. Biztosan van valami terve is. Valamiért nem igazán izgul. Te vagy a breakdown vicces lesz. Dehogy nem. Te olyan vagy, mint egy rookie gyilkó. Milyen sötés? Az nem jelent semmit, hogy hányszor nyersz, hogy ezt tesz. Úgy vezetjük ezt a bíróság történetében. Emelkügy volt ez. Én kezdőként is. Új jövő válhat, izé. Na ezzel már kapod lehetőséget, hogy menj a brit köztársaságba. Ami engem illet. Most ez a vádlott pad padban kell, meghallgatom az ítéletet. Az ítélet pedig Ryan's Care Naruhodo. Nem. Bűnös. Jobban van ilyen, de Nagy-Britanniában viszont már van tűzijáték is.
Megcsináltam. Megvédtem magamat. Meg! Akkor nem is kellett... Hát nélkül nem sikerült volna az egész. Hát nem lett volna meg az a kutatási jelentés. Már nem is tudtam volna ilyen. Igen, Szuszától később majd asszisztens lesz, mint Vízfáradok Maya fej. Yuji Mikotova. Ez a kovászban is együtt dolgozik. Ez által a sor. Nagy bizony kiváló hely. Ezek a törvények. Itt hamarosan itt nem ezek közé. Ügyvéd leszik. Hát is biztosan magával veszi a kardot. Katana lelke. Elmutatja, hova vezet az út. És minden elvágva, mi az útjába kerül. Most kérdés, mit történt az a nővel? Hiszen a gyilkosság elítéltük. Nem tudjuk mondani. Hát a másik tárgyaláson is részt kell vennie. Az eltélt. Elhagyja a jobbát. Sankályban szedte az útja. Mennyi közel volt. Konszágyújt is. Hát azt nem tudom, hogy hogyan kell fogalmazni. Hát ő idegen volt. Azért, minden azért van, mert idegen. Itt nem tudják elítélni. Itt nem tudják igazság szolgáltatását. De ezt nem tudja koincidensnek itt. Ez volt titkos megegyezés is. Valami nem stimmel, itt az biztos.
Szóval az játék volt hétvég. Szóval nem éreztem magát annyi a veszélyben. Komolyan veszi, hogy gyilkosságot nála. De meg kell változnia valahogy. Melyikünk ezt meg kell változtatni. És itt mindjárt a 20. szállat. És akkor megkapatja, amit érdem. Hát meghívja a Lakarneválot. Igen, ez a is kérdéses, hogy miért tölte meg ki a Dr. Wilson? Ezt hogy miért nem említették meg? Na, azt később tölti. Hát vétem az én nevő dolgom volt. Hát úgy gondolja, hogy az én dolgom ügyvédnek lenni. De egy nagyon képessége van az ügyvédséget mindenki. De én nem látom szépen az úgy azt a tárgyalatot. De mi van a legnagyobb fejbe? Törvény, ilyen tapasztalat. És a képesség, hogy higgyek be. Ügyének hatszani a kell a klienségét. De neki nincs szuperemberi képesség. Na, de amit én csináltam, az nem mindenki képes. Reméltelen helyzetben is küzdöttem. De nem álltam le, hogy meg tudjam az igazságot. Van még kérni akart. Szívesség. Ami fontos neki. Mit a vég folytat. Hát azt a szélsőt csak később tudjuk meg.
Ez volt az első pere. Kazuma Yuji Mikoto van Suzato. Hosszanaga felügyelő. Kérdés, hogy ez hogy változtatja meg az érték. Vége. Akkor mentsük is. Jó van. Ha tetszett, de felsőtök-e feliratkozni. Nos, a következővel fogjuk folytatni. Tehát a Rants Magazine az alapján fog menni, hogy időrendi sorrend alapján. Tehát a következő nyomozós rész lesz. De hogy így legyen... Tehát a következő lesz majd a The Adventure of the Runaway Room. Vagy van csak... Nem ez az. Nem, eh. The Adventure of the Unbreakable Speckled Band. Ez már brites rész lesz. Aztán Adventure of Cloud Kokoro. Tehát ebben a háromban kell majd felvennem a versenyt Baroque Van Zixel. Az ászügy... A nagy-britanniai ászügyészel. És ez lenne a finálé. Tehát ezt megcsináltam. Illetve így a második. Na itt van egy ESC extra epizód. Ezt az alapján csinálom meg, hogy időrendi sorrendben. Ugye a történet... Vagy az epizód után. Milyen sorrendben megy az egész. Tehát az első és második között ez van és ez. Itt nem jut eszembe, hogy még arra jön be, de a később kiderül. Nem sokkal többekkel is megismerkedhetünk, főleg Sherlock Holmes-szal. Hát ez a személyiség, hogy... Így kell mondani, és, hogy Sherlock Holmes, amikor Sherlock Holmes jobban hangzik. És ez lesz az utolsó, tehát ő lenne az az ászügyész. Barok van Zix. Aki azt mondják, Ripper of the Bailey. De akkor nem fogok beszélni. Csak teljesen végignézhet ide. Úgyhogy ennyi volt mára, sziasztok!